Van, akinek a megélhetése függ tőle, hiába várják hetek óta, nem kapták még meg az ösztöndíjukat azok a tanárhallgatók, akik részt vesznek a Klebersberg képzési ösztöndíj programban. A híradónknak nyilatkozó egyetemisták szerint rendszeresen csúsznak a kifizetések, most éppen 3 hete várják a pénzüket. Az ösztöndíj programot tavaly azért indították, hogy népszerűbbé tegyék a tanári pályát. Vizsgájára készül Békési Anna, a soproni lány Pécsen tanul, ha végez, biológia, kémia szakos tanár lesz, most is bonyolult képleteket ír a füzetébe. Ezek olyan vegyületek, amik egyensúlyi reakcióban keletkeznek, és a központi fémionhoz ligandumok kapcsolódnak, és egy ilyen szép színes csapadékok szoktak általában létrejönni. Kevés az a fiatal, aki ezt érti, és még kevesebb, aki tanulja. Az országban alig több mint 20 hallgató van, aki kémia tanárként végez a következő években. Azért, hogy több fiatal csábítsanak a tanári pályára, tavaly ősszel elindult a Klebersberg képzési ösztöndíjprogram. Ebben szakoktól és tanulmányi eredménytől függően havonta 25, 50, illetve 75 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak a hallgatók. Már ha megkapják, Békés Janna azt mondja, rendszeresen csúszik heteket az utalás, az április 15-i pénzüket még mindig nem kapták meg, pedig ez a pénz neki létkérdés. Első fél év óta kapok ösztöndíjat, és számomra nagyon fontos, hogy időben megérkezzem, mert havi 50-et kapok, amiből fizetem a kollégiumot, a hazautazásomat, meg a visszautat is, és az ellátásomat is, mivel a szüleim nem tudnak támogatni otthonra. Így spórolnia kell, például kevesebbet utazik haza, és több konzervet eszik. Morvai Nikolett, aki egyben hallgatói önkormányzati képviselő is, szintén nem kapta még meg a pénzét. Azt mondja, úgy tudják, az országban egyetlen tanárhallgató sem kapta még meg a most esedékes ösztöndíját. Országos probléma ez a helyzet. Nálunk 150 hallgatót érint, országos szinten több mint 500-at, és az a probléma ezzel, hogy nagyon sok hallgatónak ez a megélhetését jelenti ez az ösztöndíj, tehát ennek hiányában nyilván az anyagi biztonságuk is veszélybe kerül. Morvai Nikolett azt mondja, többször keresték a Klebersberg intézmény fenntartót, ahonnan azt a választ kapták, hogy a hiánypótlások miatt csúszik az utalás. A hallgatói képviselő szerint ez nem igaz, ugyanis olyanok sem kapták még meg a pénzüket, akiknek rendben voltak a papírjai. A Klikket kerestük mi is, ahonnan hasonló választ kaptunk, mint a hallgatók. Azt írják, nagyon sok esetben volt szükség hiánypótlásra, ha ez megtörténik, 8 napon belül utalnak, és szerintük 164-en megkapták már a pénzüket.